Bár az orosz-ukrán háború miatt erről kevesebb szó esik már manapság, és a mi hazánk mozgalom nyomásgyakorlására, tüntetés sorozatára a kormány visszavonta a COVID intézkedések nagy részét, bár gyorsan hozzáfűzöm, nem mindet, az egészségügyben továbbra is kötelező az oltás, illetve a úgynevezett veszélyhelyzetet továbbra is fenntartják, mégsem csinálhatunk úgy, mintha ennek a történetnek a végére pont került volna. Mégpedig nagyon nem. Egyrészt a kormány lépései nem őszinték. És azt is gyorsan fűzzük hozzá, hogy a mi hazánk nyomásgyakorlásán túl valószínűleg az is közre játszhatott abban, hogy visszavonták az intézkedések nagy részét, hogy néhány hét múlva választások lesznek, és bizony nem voltak ezek túlzottan népszerű intézkedések a társadalom körében, de április harmadika után ősszel szinte biztosak lehetünk benne, hogy újra visszavezetnék az értelmetlen COVID intézkedéseket, és abban is biztosak lehetünk, hogy a balliberálisok is ugyanúgy tennének, hogyha ők kerülnének hatalomra. Arról is vannak információk, hogy már most több millió oltóanyagot rendeltek be őszre. Ezért, aki garanciát akar arra, hogy április harmadika után se jöhessenek vissza a COVID-diktatúra intézkedései, a mi hazánk mozgalom lesz a garancia, minél nagyobb számban meg kell jelennünk az új parlamentben, hogy megakadályozzuk ezt az egész őrületet, és véget vethessünk végleg a Covid diktatúrának. Másrészt viszont a kormány hozzáállása rendkívül cinikus. Most úgy tesznek, mintha semmi nem történt volna. De kérdezzük mi, hogy mi lesz azokkal a honfitársainkkal, azzal a több ezer magyar munkavállalóval, aki a kötelező oltás miatt veszítette el állását. Sokan közülük azóta sem találtak új munkát, vagy ha találtak olyan, ami nem a végzettségüknek megfelelő. Ezért a mi hazánk mozgalom felszólítja a kormányt, hogy maradéktalanul kártalanítsa a magyar munkavállalókat, azokat a magyar munkavállalókat, akik az ő diktatórikus intézkedéseik miatt veszítették el munkájukat. Mi nem feledjük őket. És emlékeztetni fogjuk mindig a kormányt, hogy kötelessége az erkölcsi és az anyagi jóvátétel, mert az igazságosság ezt megkívánja, és ezt az igazságot fogjuk mi képviselni április 3-a után a magyar parlamentben.